akik jártak, kb. Egy évvel ezelőtt volt ilyen találkozónk a Magnet házba, azok tudják, hogy laudációval kezdődik. A para azt úgy fogalmazza, a bakát csontig benyal, és hát tényleg, hogy nagyon nehéz rutinosan. Rutinosan. Én felszopásnak hívtam. Felszopás a pornóiparban a neve, de a laudáció latin szó, és azért ezt választottuk. A felszopás is. Az új magyarok szerint, igen. Tehát, szervusztok! Majd egy éve nem találkoztunk, aminek gyümölcse, hogy bíborban született kisdedet, Vagest köszönhetjük a csoportba. Így eredeti egyébként. A duó mindig is triász volt. De soha nem voltam ennyire nehéz helyzetben. Olyas valakivel szeretnék beszélgetni, akinek hát legsúlyosabb hatása volt ifjú életemre. Értitek mindjárt, 60 vagyok, és egy hete kiver a veríték, Cserhalmi Gyurival fogok beszélgetni. Mielőtt folytatnám, egy analógiával szeretném érzékeltetni a dolog fantasztikumát. Ez olyan, mintha felhívnának telefonon, és azt mondanák, hogy beszélgethetek két órát Zbigniew Cibulszkival, hiába álltam fiatalon Kielcében a vasúti virágcsokra előtt. Tudom, hogy csak én tehetek róla, hogy a hős típust kedvelem, benne hiszek, de egy bakásnak higgyétek el, hiába voltam filmkritikus valamikor, vagyis a mozi hatott rám, kísértett Lublon, amerikai Anzix, a saját családomban is ezt nyomták pár száz éve. A baj akkor csapott le rám, amikor Veszprémben hallom apámat és anyámat veszekedni Latinovics Zoltán és Cserhalmi György miatt. Apám Latinovics barátja volt, és Cserhalmit hibáztatta. Anyám ellene lázadt, és miközben engem nézett, sajnálta Cserhalmit, hogy megsérült egy őrült miatt, aki egyébként egy erkölcsi nulla. Na, nekem meg választani kellett azonnal a lelkemben, hogy apámnak higgyek-e, vagy anyámnak. A tragédia az volt, hogy imádtam Latinovicsot, és rajongtam Cserhalmiért, ha megnövök, olyan szeretnék lenni, mint ő. Értitek, mekkora pszichológiai csapdába vergődtem. De megoldottam okosan. Apámnak azt mondtam, hazudtam, hogy a színész király, belül, ha lehújtam a szemem, Fiala százados huszárjai között lovagoltam, mert lovas ember akartam lenni magam is. A Dökkesei után meg minden eldőlt. Ő az. Azóta szégyellem magam Latinovics előtt. Mindenkinek sorsa van. A hős végül is 1989-ben győzött, ezt láttam, azt meg tudtam, hogy ő azonnal észrevette a pitében a szart, amire nekem 10 év kellett. A hős valóban átröpül az idő, mint Batman. Cserhalmi 70 éves, nincs különösebb hírértéke. Én például most úgy szeretnék kinézni, mint David Lynch 80 évesen. Beérett arc, amelyben a korszak lövészárkai temetődnek be. Abba meg beletörődtem, hogy mindegy, mekkorát játszik a gyöngyvásznon Cserhalmi, szerelmem Elektra, Oszkár bácsi nem jön, pedig a hülye is látja, meg Wenders is, hogy De Niro és Cserhalmi azonos szintű taxisofőrök. Persze az is lehet, hogy nem szeret a Gyuri a múlton melegni, utálja a retrót, mindazt, ami az elmúlt 30 évben történt, akkor bocs. De ő lesz az egyetlen vendégem, akitől nem kérdezem meg, hogy gondolt-e a halálra. Viszont van egy másik kérdésem, sőt, ez az egy kérdés érdekel, és majd ezt fogom tőled, hogy figyelj, a stigmatizációhoz mit szólsz? Nem, a stigmatizáció alatt azt értem, hogy egy idő után sérülté válsz. És a sérülésnek fantasztikus... Jogi, mi se értjük, ne nézzük. Jó, de nem most akartam föltenni. Beszéltük meg, nem beszéltük meg, ez a Tibornak a saját...
Azt megmondanád az elején a Cibulszkival, meg a Pályaudvarral, meg a Csokorral, ott mi volt? Mert semmi értelme nem volt. Hát az első... Hogy miért pont kijelce? Mert ott esett le a vonatról. De mi volt a vasúti Az volt, hogy mindig mozi példaképeket választottam, és a Gyuri előtt a Zbigniew Cibulszky volt. Olyan, képzeljétek, a fejem... A lengyel James Dean. A kezdett a fejem átalakulni. A csajok mondták, hogy most már tényleg hasonlítasz rá. És olyan szemüveget... Rég hogy... volt. Egy másik csaj azt mondta, hogy egyébként mesztelenül úgy nézel ki, mint az angol királynő. Na jó, esküszöm. Igen. Megtörtént. És aztán meghalt, és akkor lett a Gyuri. Tényleg az lehet. Képzeld el, muszáj hogy neked, hogy ez az nyomasztó... előző színész meghalljon, mielőtt megkedvelsz egy újat? Nem. A Gyuri a példa rá most is él. Hogy? Most is él. Hát de nem is, azóta nincs új színészed. Nem is kellett a Gyuri. Azért mondom, hogy egy kicsit gyanús. A Niro volt a másik, és azért írtam a szövegbe ezt a kettőt, mert valami hihetetlen szellemi rokonságot érzek közöttük, és tényleg valahol... Bocsáss meg, mielőtt feltennéd a kérdéseket, ami bizonyára izgalmas, csak egy picit még becsatlakoznék ehhez a hangulathoz, de tényleg csak röviden, mert tőlem ez elég távol áll, de hogy én nekem az a szerencsétlen helyzetem volt, hogy nekem 4 éves koromban mentek szét a szüleim, és hát így ott álltam 4-esed, hülye, és eléggé hiányzott így az apakép, és valamiért, nem tudom miért, de hogy a Gyuri volt az egyik, hogy tanultam férfinak lenni. Tehát a gesztusok, az arcfejezések. Jó, csak én meg tudom jobban fogalmazni. És a másik meg a Bárdi György, de az most mindegy ebből a szempontból. Ennyi lett volna ez a dicsérős rész. Parancsolj, kérdezz. Tehát a stigmatizációnál tartottál. Nem, tényleg így volt, mert mi volt így? Úgy, ahogy mondod, hogy apám olyan távol volt tőlem, hogy kellett választani. És ez de ott kicsit... benne a lakásban volt távol, az úgy könnyebb. Igen, a lakásban volt távol, és a Cserhalmi meg nagyon közel jött a 80-20-án, ne viccelek. Nem viccelek. Mi az a stigmatizáció, amiről beszélsz? Képzeld el, az, amikor úgy beléd épül egy ilyen kép, hogy amikor az élet nagyon nehéz helyzetébe kerülsz, megpróbálsz úgy viselkedni, hogy a filmekben láttad. Tudod, milyen furcsa, hogy állítólag azért volt egy ilyen felmérés, hogy az amerikai párok, vagy inkább a nők, csók közben miért hunják le a szemüket, hogy mi próbáljuk felidézni azt a filmjelenetet, ami igen. Ide, igen, eleinte, ami ide passzol. Hát én is Cserhalmival akartam csókolozni, hogyha erre akartam. Aztán abban reménykedtem, hogy ideig nem jutunk el egyébként, hogy konkrétan egy meleg pornó castingján érezzem magam, de jó, oké. Van még kérdésed? Neked nem, jó, én jól vagyok, beszélgessetek. Engedjük megszólalni a Gyurit. Hogy kellek én ide? Hát, a Presser is ezt kérdezte egyébként. Mert ő is szerény, de hogy nem magyarázted, hogy mit akarsz a stigmatizációval, arra várunk. Hogy ha nézem a Gyuri életét, akkor mondjuk azt, hogy szakaszokra bontom a megértés miatt, és akkor azt látom, hogy van egy bizonyos pont, ahol a fizikai szenvedések tömkelege zuhan rá, ami nyilvánvalóan nem értelmetlen, mert ezt nem bírom hinni, hogy értelmetlen a szenvedés. És ez hogy... az idegesítő a keresztényekben. Ő utálja a keresztényeket. De... Nem csak a keresztényeket, a vallásos zsidókat is. A Simone Weil írja... És akkor most mindjárt elkezdesz hitteni, érted, ilyen iszlámbeséget. Igen, azért mondom, hogy sajnos Simone Weil az egyik kedvencem, és ő is ír a stigmatizációról, hogy elkerülhetetlen, azt mondja. Tehát nem akarja pozitíve vagy negatíve értékelni, csak azt mondja, hogy egy bizonyos úton való járásnak a következménye, és milyen érdekes, hogy te az életműved... Tudom, hogy újra akarod kezdeni, nem arról van szó, csak hogy jó kérdés. Szegény már csak megszólalni szeretne jó. Egy kicsit. Érti a közönség a kérdést? És meglepne, én láttam nem. Szenvedő embert, nem úgy nézett ki, mint én. Illetve, hogyha az nem szenvedés volt, akkor csak táppénzcsalás. Én szerintem én nem szenvedek. Én egy ilyen, hogy mondjam, időnként lerokkanó, lesérülő ember vagyok, de semmiféle betegség tudatom nincs. Azon kívül tényleg hívő ember vagyok, erre nem szoktam dicsekedni, és éppen ezért szégyellem ezeket a dolgokat, amikor kiáll valaki a sar, és mutogatja a sebeit. Ez mondjuk nem fér bele az én hozzáállásom az élethez. Nagyon fontos volt, hogy megsérült a térde. Igen, van is neki szobra New Yorkban. Jó, csak hogy... Azért vitte valamire ez az Ignác. Kossuthnak is van szobra, neked is lehet. Igen. Miért ne lehetne?
akartok, csináljatok. Jó, hát akkor kezdjünk el egy izét, kezdjünk el akkor egy ilyen népi kezdeményezést, alulról jövő mozgalmat, New Yorkba, Cserhalmi György szobrot valahova. Ki? Találjuk szeretnétek? Ki. Igen. Látod, milyen furcsa? Ők szeretnék? Igen, tehát igen. Azért... Ott nem szeretnék annyira. Járnak New Yorkba olyan gyakran, de most tényleg, tehát hogy én mondjuk, ha szeretnék Cserhalmi szobrot, azt közelebbre szeretném. Mit érdekel, milyen szobor van New Yorkban? Ez nem logikus az önök részéről. Nemzeti Színház körül van egy csomó színész szobor, és úgy, pont úgy néznek ki, mint a királyaink, akikről szintén vannak szobrok, mindenki kurvára egyforma. És semmit nem jelent az égvilágon. Igen, de ne felejtsd el, hogy azért az utóbbi időben a köztéri szobrászat az nagyon átment ebbe a kerti törpés vonulatba. Ezek történetesen ez, nem ez kerti törpék. Az, hogyha körbenézünk ma az országban, tehát ez szerintem így a millénium centenáriumán kezdődött, amikor így az országot így elárasztották Szent István szobrokkal. Na most nekem erről mindig eszembe jut egy ilyen fiatalkori olvasmányom, ami a régi mozgóvilágban jelent meg. Talán Vénner Tibor művészettörténeti szírta, és hogy a különböző Lenin szobrok az országban. És akkor Kecskeméten volt ugye a Stoppoló Lenin, akkor Hódmezővásárhelyen, hát hogy mondjam, az ürítkező Lenin, ugye egy ilyen kubuson ült így, akkor nem tudom, hogy Salgótarjánban milyen Lenin volt. És ugye ez most megismétlődött a Szent István szobrokkal. Csak ezek mind valahogy ilyen liliputi. A legjobb hát, Lenin az volt, amelyik, nem is tudom melyik városon leleplezték ezt a szobrot, lehúzták a leplet, és ott állt Lenin sapkában. Igaz, hogy a kezében is volt egy sapka. Eddig ez volt a legjobb Lenin. Igen. Igen. Ez Lenin életének a vége, amikor a biztonsági sapka már elvette a... Amikor még a magyar, hittem ebbe a hősi múltban, amit te emlegetsz, akkor én magam fölöltöztettem március 15-ét megelőző éjszaka, vagy hajnalon Lenint huszárruhában. És ezért aztán bent ücsörögtem a rendőrösen egy-két napot. Hányban volt ez? Mikor? Hát ez a 72. Hát az durva. Igen. Igen. Szóval a magyar földcsöntőkből kiindulva, akik azért a legéletre való figurái a bolygónak szerintem, illetve a kiskereskedők, édesipari kereskedők, ők ugye megcsinálták ezt, valaki látta egész, egy csodálatos volt, hogy a busolójuhász, tudod, egy busolójuhász figura volt, és ha levetted róla, akkor iti volt beöltöztetve busolójuhásznak. Mindig az alkalomhoz illően vannak olyan nyuszi figurák például, akik átcsomagolva télapók lesznek, mert a fülükből lesz a hosszú sisak. Igen. És hogy Lenin esetében ez egy sokkal költségtakarékosabb megoldás lett volna, ha minden Lenin szoborból valahogy Szent István csinálunk. De nem egy nagy trüváj, hát azért viszonylag egyszerű ezt a különböző kerékekkel megoldani, de egy iszonyú pazarlás zajlott, tehát annak idején, hogy így a Lenin szobrokat, hát mint egy elkútya betyéltük. Zárójeles megedzés volt. Az számomra végül is borzasztó volt, hogy örökös Kádár korszakban fogunk élni. Amikor erre rájöttem, akkor nagyon elkeseredtem, aztán megnyugodtam, mert tudom, hogy kell. Legalább a technikáit, igen, erre akartam, én is szerettem volna utalni válaszként. Ott a túlélési technikákat ismertük. Ez a híres Szent Jobbi féle létnimim necessaire, ami úgy bejártolja magyar sajtót annak idején. Abszolút aktuális. Van Nemzeti Színház, ugye, van Nemzeti Filharmonia, Nemzeti Múzeum, Nemzeti Táncszínház, Nemzeti nem tudom. Nemzeti Dohánybolt. Nemzeti Dohánybolt. Csak éppen nemzeti nyomor nincs. Erről nem olyan szenzációs. Mondjuk ezek a csodában... Azt is föl lehetne címkézni. Ezt cáfolnám némileg. Tehát, hogyha a fiatalokkal beszélgetek, ők nem élnek ebben a Kádár... Bennünk van ez a Kádár korszak, nem kint. Azt észrevetted, ezt de mi ők hordozzuk, tulajdonítják hogy? Ezt? Akkor ők hogy látják mi? Ezt? Ők, de ezt abszolút Orbán, rendes Orbán korszaknak látják, amiben részletében nem megyünk bele már az említett okok miatt. Hogy ne értem, az aktuál politikát szigorúan kerüljük. Ők nem, tehát ez a bennünk lévő Kádár rendszer, amiről te beszélsz. Tehát itt, ahogy ezt a Kornis Mityu mondta nagyon szépen, hogy a magyar társadalom ugye nem volt képes feldolgozni Kádárt úgy, ahogy van a jelenséget, de Nagy Imrét sem még előtte, és a Kornis Mityu gyönyörűen úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag megettük ugye Nagy Imrét, és így nem tudjuk megemészteni, és így bennünk bomlik folyamatosan azóta 57 óta Nagy Imre hullája a gyomrunkban. Valójában 58 óta. 58 óta, de már hát aki hamarabb vette meg. És hogy a Kádár rendszer ugyanezt érzem, tehát ez, cipeljük magunkkal a Kádár rendszert, ilyen bénán. Nem akartál te a nemzetközi film vonalon lelépni erről? Egyszer volt rá lehetőségem, amikor a 80-as években, amikor katonában voltam, és ott éppen egy
Molière. Azt, igen, mit is próbáltunk? Mizantrópot, igen. Akkor kerestek meg engem. Hollywood, mindegy. De én mondtam, hogy bocsánat, én Székely Gáborra mizantrópot próbálok. Hagyjálak még kérdezni. Jó, hát, ez az amerikai. És milyen produkcióba kerestek meg? Mit tudom én, itt volt egy egész követség, el akartak vinni. Pokol lett volna az életed. Zsáréno is szegény. Állítólag Zsárénónak nagyon rosszul esett ez, hogy őt azért elvitték, de azért ügyesen csinált ezt a dolgot, megtartotta a földjeit ugye Dél-Franciaországban, ahol olajbogyót termelt, és Zsannak szólítják. De neki is azt mondja, hogy fél év kell legalább ott Dél-Franciaországban, hogy kiheverje azt a rövid forgatási periódust. Hát csak a pénz, ami mellette szól, minden más igazából ellene. Tehát mondjuk a pénz az elég... Elég jó az időjárás, azt azért mondanám. Csak az időjárás, a pénz, az egészség, a környezet, a feltételek, de minden más amellett szól. Hogy, hát meg ugye, ja, meg még talán, meg mit adtak nekünk még a rómaiak? Akkor se reménykedtél benne, amikor a csehekkel dolgoztál meg a... Hogy... Még hogy én, ők se reménykedtek, úgyhogy nem. Akkor azt gondoltam, hogy azért mi a földön járunk többnyire, hogyha szabad ilyen kifejezéssel élnem. Hogy? Hát, hogy egy ilyen kivégző osztag előtt lehet olyan kifejezéssel élnem, hogy mi azért a földön járunk ilyen szempontból is. Miért ez? Annál földözök a tabelkézdést, nem tudok elkezdeni, amikor Magyarországon abban reménykedik, hogy a csehek elviszik. Hát azért az olyan kis kelet-európai cuccos. Elnézést kérek, engem már a csehszlovákok is elvittek. Igen. Egyszer eljutok a csehek közé. Március 21-e van. Egyrészt a tavasz első napja, ugye a csillagászati naptár szerint, másrészt pedig hát ugye a dicsősége 133 nap elsője. Az Agitátorok című film forgatásáról szerettélek kérdezni. Az azért a pályád legelején volt. Akkor még főiskola volt az egyetem, úgyhogy én akkor még főiskolás voltam, és akkor a Bódig, ami meg a Magyar Dezső oda berángattak, Koltai Sutyival együtt, és hát ott nem tudom, volt 2-3 napon Pécset, aminek az lett az eredménye, most a jópofoság kedvét kikerülve, hogy majdnem kirúgtak, mert elfelejtettek kikérni, és a Békés tanár úr, akinek én az osztályában jártam, aki egyébként operand rendező volt. Gondolom, önökre nézek ilyen nagyon neheztelően, hogy ki nem kapcsolta ki, nyilván a baki. Természetesen a Tibor. Meg én. Szóval akkor az történt, hogy ki akartak rúgni, de volt egy Nádasdy Kálmán nevű rektor úr, aki ezt nem engedte. Na most ennek az eredménye ez. Hát igen, ez az. Az furcsa, én azt nagyon későn láttam valamiért ezt a filmet nekem. Nagyon későn jutott. Hát nem egy plázamozis alkotás volt. 30, igen, jó, nem van, is voltak plázamozik, azt tegyük hozzá. Igen, 30 fölött láttam, és az sok megdöbbentően tetszett. Már csak azért is, mert van a Takashi Mikének, tudod, neki is van egy Agitátorok című filmje, és szerintem a Bódi jobb. Azért tegyük hozzá, hogy ez közös a Dezsővel. Nagyon közös. Ott írták a kollégiumban a Vas utcámban, és hát bejárogattunk oda ott nézni, hogy szenvednek. Rengeteg pálinkát bírtak meginni közben, már ezért is nagyon nehéz volt, és marha nehezen kaptak rá pénzt, hogy egyáltalán megcsinálják. Túl azon, hogy mégis akkor az egyetem még, vagy a főiskola olyan állapotban volt, hogy megengedhette magának, hogy egy ilyen, hát hogy mondjam, majdnem ellenzéki indítatású. Igazából annyira ügyesen lett megoldva az a film, hogy nem igazából nem az, hanem pont ami... Látták önök az Agitátorok című filmet? Valaki, aki látta? Kezeket fel, aki látta. Ha jó, akkor elmondjuk röviden. Összefoglaljuk röviden a történetet. Boldog kevesek. Tanácsköztársaság van, és a film lényege az, vagy újszerűsége, és borzasztó, ami miatt sokkoló lesz az egész, hogy abszolút olyan figurák játszanak benne, akik valódi emberek. Ugye mit tudunk a tanácsköztárságról? Ilyen legendákat, meséket, mit nagyok. Jóságos Kun Béla bácsi. Igen. Vérmező fölött repülőgéppel. Igen, fehér terror. Attól függ, mikor hallgatták utoljára a rádiót. És hogy ebből, hogy ilyen valódi embereket tett bele a filmbe, az egész egyrészt ijesztően valódi lett, hogy ilyen tényleg történt. Akkor ezek de mondd, hogy kik vannak benne a filmben, mert érted, ott van a... Mondjuk a hobó, hogy lássátok magatokat, igen.
Gerő nevű történész úr, aki akkor nagyon szép fiú volt. A, most is az. Most is az. Legalábbis a Schmidt-Mária szerint. Szebb lett. Ja. A fene tudja, én Oszter Dobai. Hát egy ilyen nagyon furcsa társaság. Igen, igen. Fene tudja. Az egy nagyon szerencsés időszak volt, ott jó lehetett összeverődni, meg jó volt velük találkozni. Egyáltalán jó volt velük forgatni, meg barátkozni, olykor azt is megengedték. De hát, hogy mondjam, a Dezső távozásával ennek a... Na, ide tartozik még a büntető expedíció ebben az időszakban. Úgyhogy a Magyar Dezső távozásával aztán ez... Le is húzták ezt a rolót. Hát meg a Pintér aki Georg. Meg az American Film Institute-ban. Igen, ott tevékenykedett hosszú ideig. Most már átköltözött Kanadába, és ott nagyapa. Mikor érezted magad úgy jól forgatáson utoljára? De úgy tényleg, csak bocsánat, azért kérdezem, elnézést csak egy közjáték, hogy én pont most gondoltam végig, hogy melyik volt ez a munkahelyem, vagy munkám, ahol a Narancs után jól éreztem magam, és nem volt. Tehát igazából én utoljára a Narancsba éreztem úgy. Igazából, jó volt, máshoz sem volt baj, kedves emberek voltak, meg mit, de úgy igazából az a fajta élmény, amiről most te beszélsz, hogy együtt csinálunk valamit, ami nekünk iszonyú fontos, és hogy ebből valami baromi jó lesz, az úgy ott volt meg nagyon régen utoljára. Hogy neked meg volt ezután valahol? Most bele kéne köpni a levesbe, amiből leszem. Nem tartom szerencsésnek. Inkább azt mondanám, hogy amióta ez a digitális technika megjött azóta, hát nem csak én, illetve aki azt mondja, hogy jól érzi magát, az hazudik. Mert nyilván, hogy a nyersanyag nem kerül semmibe, színésznek alig van kockázata, vagy tudja a szöveget, vagy nem, vagy koncentrált, vagy nem. Tehát nincs az a kockázat, ami megvolt, hogy pontosan tudtuk, hogy mennyibe kerül egy méter nyersanyag. Előhívva, előhívás nélkül. És hát abban volt kockázat, mert hogyha az ember az kétszer vagy háromszor elrontott, akkor nem hívták többet. Azt mondták, hogy sokba kerül a csávó. És ebben igazuk is volt. Tehát amióta van a digitális technika, múltkor voltam egy forgó, jó múltkor 2 vagy 3 éve. Én úgy tudom, te ócsó színész vagy. Nagyon, persze, hogy nem. Tudom. Amit olyan értelemben, hogy nem baszod el a nyersanyagot. Nem, egyáltalán nem. Tudom, azért csak mondom az embereknek, csak mondani, hogy szeretném, elsőre benyomod. Hogy akkor... Tehát, ha meg akarták hívni szülinapi bulira, nem abban az értelemben, mondta Baki. Tehát, hogy annak idején, amikor még rendes celluloid alapúra dolgoztunk, akkor az volt, hogy mit tudom én, második jelenet, harmadik felvétel, és akkor megvoltunk. Most úgy van, 11-es kép 29 egyszer. Most akkor vonja meg az ember, ugye. Hogy ezt érdemes-e csinálni. És ahogy szerintem látom nem. A filmeket, 29-re se sikerül megoldaniuk, de... De 500-ra se az elsőre nem, úgyhogy ez tök mindegy. Te csináltál egy snittes filmet is. Sztár Bélának a Makbetje. Igen, az egy 63 perces snitt. Az egy 63 perces snitt, ugye? Tehát ebből következően értelemszerűen az videotechnika volt. Az ott érdekes volt, mert két operatőr ment tönkre esténként, vagy éjszakánként. Egyrészt a Gulyás Budomárs, másrészt a Pap Feri. Nem tudom, hogy hány jelük volt. Én ennyimre pontosan emlékszem, 671 jelet kellett fejbe tartani, hogy az ember csak technikailag végigjusson ezen az egész cuccon. És akkor még a Béla, hogy a elmatatott, eltűntek az ujjai a szakállak között, ránézett oldalt Hranicki Ágira, aki a felesége, és Ági így csinált, akkor újra. És akkor, hát ezt csináltuk. Ugye 4 napra volt tervezve, 27. napon már akkor ugye szénetár volt ott valami Tótum Faktum a akkori televízióban, mégis meglátogatott bennünket, hogy mi történik ott. És baromi jó volt, mert fölvettük, és brilliás volt minden, és akkor nézzük vissza, benyomták a gombot, és ment az iskola televízió műsorra. Hát ez, de aztán végül valahogy kiverekedtük. Én ennek ellenére azt mondom, hogy az első változat, amit a Béla még negyedéves korában csinált vizsgamunkának, ami talán 20 perc volt, az jobb. Az jobb, mint a 67 perc, igen. Ez a 67 perc újra és újra véve, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ebből van rengeteg változat. Mert azért ez, gondolom nem dobta ki a Béla rögtön utána ezeket. Vagy... Nem tudom, hogy mit csinált vele. Az tény és való, hogy egybehagyta azt a változatot, amelyiket legjobbnak tartotta. Tehát nem vagdosta össze, mert hát tényleg ez eleve, a trükk. Ugye vágó a felesége, ebből következően nem nagyon szeret vágni.
Családi konfliktus forrás. Hát nem tudom. Láttam, hogy ott néhányan vágtak pofákat. Ez rettetes volt. Drága Béla, szeretjük őt. Hogy, ja. Nekem is van egy történetem vele, én a Werkmeister harmóniákban dolgoztam vele. Én kitalálta azt, hogy egy olyan jelenetet, amit hát tulajdonképpen a Városhatárt nem kellett volna elhagyni, tehát egy kis szobában volt a főszereplő, bizonyos Lars Rudolf nevű német színész, és hát a filmben ugye az volt a jelenet címe, hogy Eszterné zsarolási jelenete. Tehát, hogy Eszterné, ugye a muzikológus professzornak a volt felesége megjelenik, és hogyha nem vállal el egy általa hát ilyen csinálni akart valami városszépészeti bizottságban egy pozíciót, akkor visszaköltözik a férjét. Ez volt a fenyegetés, és ebben ugye a főszereplőt, aki egy Valuska nevű ember, azt próbálta irávenni. Na most egy középső ablak volt, kiláttunk szemben egy földszintes ház. Tehát ez Rákosszentmihály, Pest-Lőrinc, szóval bárhol fel lehetett volna venni. Mi Beregszászon vettük fel, voltak problémák az ukrán határőrizeti szervekkel, meg a nem tudom, micsoda. És hát ott a szereplő, az Eszterné szerepében Pécsi Ildikó volt. A Béla, aki nem digitálisan dolgozott, pontosan 28-szor vette fel két nap alatt ezt a jelenetet, rágta a fület, tehát belekapaszkodott, vizét kijött, Husa, Ági, Hranicki Ági, visszamegy, vegyük fel még egyszer, megcsinálják, de nagyon kicsi szűk hely volt, ugye kamera nagyon mozog, odébb kellett tolni valami heverőt, egy vizét, szekrényt, nem tudom én. És akkor a végén így kijön a Béla, azt mondja, ez a tehén ezt nem tudja megcsinálni, legyen mégis inkább a Hanna Sigula. Na most a filmet újra kellett ezért a döntését forgatni, tehát ugye be volt forgatva már egy csomó jelenetbe a Pécsi Ildikó. Ennek ellenére a Bélában úgy szeretek dolgozni az emberekért. De azt szeretem a Bélában, hogy tényleg, hogy most nem a Tarbélap ez a főműsorszám, de azért igen, az hogyha animációs filmet rendezne, ahhoz is 400 milliót költene helyszínkeresésre, tehát azért van benne egy ilyen nagy vonalúság. Engem még mindig érdekel a stigmatizáció problémája. Úgy is meg fogja kérdezni, hogy gondoltam már a halálra, hiába ígérte meg az elején. Tudjuk ám. Persze. Volt egy pillanat, amikor rájöttél, hogy most minden másról fog szólni. Az hogy ért téged ez az információ? Nagyon sok ilyen pillanat volt az életemben, úgyhogy igen. Volt idő hozzászokni egyfelől, másfelől meg... Én rettelek ezektől a stigmáktól, mert hogy látom a szemekben, amikor megjelenik az a bizonyos szürke korongot a barnák és a feketék és a kékek körül, meg még a zöldek körül is, és akkor látom, hogy azzal az emberrel nagy baj lesz. Így voltam én majorral, édesapámmal is, és sokakkal. Uh-huh. És hát az ember, ugye, hogyha reggel mégiscsak ott elszív néhány cigit, meg egy kávét a fürdőszobába, ahova beszokik újabban dohányozni, akkor mindig keresi, hogy ott van már. Jó, van, nincs ott, akkor olyan nagy baj nincs. Nem. De meg egyáltalán úgy van ez, hogy annyit jártam az utóbbi időben halálsorra, akár a 8-as pavilonban, az onkológián, ott a Kégolyó utcában, hogy én bizony nagyon szégyelném magam, hogyha abban a relációban gondolkoznék magamról, amit ott láttam minden nap. Az pokol. És hát nyilván személyeskedés nélkül. Akkor velük miért történik az, amit láttál? Én nem tudom. Én ebben nem merek kutakodni. Illetve, hogyha egy biztos mérce van az orvosnak, minél pökhendibb az orvos, elnézést kérek, annál inkább lehet tudni, hogy a hozzátartozó, a szeretett ember nagyon nagy bajban van. Ennyit azért leszűrtem. Meg amikor úgy beszélnek a mondjuk úgy, hogy beteg ágya fölött, mint amikor ő már nem lenne, mint ahogy se lenne. Valami fura alany, aki nem tudom mostan hány milligrammot adjunk ebből, vagy abból, vagy amabból, és akkor az ember csodálkozik, hogy milyen érdekes, hogy ezt a mustárgászt még 2000, mi van, 19? Ja. Mint én mondjuk 3 éve voltam ebben a helyzetben. Ez a mustárgázt, hogy csöpögtetik az ember szervezetébe, nyilván kiegészítve mi, és nyilván azzal a célral, hogy
ott lebomuljanak bizonyos rákos sejtek, és nem tudom micsodák még amellett. De a Szómi folyó eszedbe jutott. A Szómi folyó. Igen, hát ez... A verdőni vérszivat. Igen. Nem később tudom. Szomorú lesz a műsor, egy ilyen vidám betétnek kezdünk. Nem arról van, hogy szomorú. Éppen azt mondom, hogy én azon a folyosón sok olyan figurával találkoztam, akinket most azért nevezek figurának, mert rendkívüli embereknek kéne mondanom. De hát figurák lettek ott, miközben elképesztő szellemi teljesítmény jött még ki a haldoklás pillanatában is. Látom Eszterházi Péternek az utolsó könyvét. Szóval, hogyha valaki akart vele találkozni, akkor ott lehetett minden nap. Hát csak mondom, hogy nagyon nehéz kérdést tettél föl, mert az embernek persze minden nap van valamilyen köze a halálhoz, miért ne lenne. És hát, tudom, én mondják, hogy 70 fölött vannak ilyen ajándéknapok, én egyet se látok annak, de mégis annak szánják, nem tudom, hogy kicsodák, szóval föl van címkézve. Én ezt hogy mondjam? Hogy a bulvár meg hazudik, mert most is fehér tornacipő van rajtad. Igen, mert... Azt írták, hogy levetted. Mínusz 5-nél leveszem. Ja, igen. Ennyi. Ne, hallgatom, csináljátok, tök jó. Nem néztek rá, mint hogyha most várnátok tőlem valami. Hogy a kóládat mikor iszod meg? Nem. Borzasztó, ne is. Most évekig ugye ezt ittam, ezt a light kólát, valamiért, hogy jó, ne. Évekig mást ittam, és utána évekig ittam a light kólát. Mi volt az, Imre? A Folyt Bandival leültünk egyszer, a Libella tulajdonosa, és kiszámoltuk, hogy 4 millió forint érték unikumot ittam meg csak ott. És pedig akkor milyen, még olcsó volt. Milyen időterjedelemben? Hát figyelj, ez azt mondom, hogy 92-ben jöttem haza, ugye akkor kerültünk oda a Mészöly utcába, a Baki volt feleségének a volt lakásába. Nagyon szerkesztőségére. Igen, de a lényeg az, hogy ez valószínűleg 91-től gyakorlatilag 98-ig, tehát a 7 év alatt. Hát 7 év alatt nem is olyan sok az a 4 millió forint. Igen, mindig csak. Aha, de attól mennyibe került akkor az unikum? Iszonyú. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy Istenem, ezt ittam, és már nagyon untam, iszonyatos, borzasztó ital. És most átszoktam a 0%-os nem ízesített sörökre. Például a Gösszer már egész ihatót gyárt. Heroikus. De én azt mindig mondom neked, hogy az első lépés a guminő felé. Jó, mindegy, nem, szívesen beszélek magamról, de most nem annyira én vagyok. Igen. Na jó, azért beszélek egy kicsit. Végül is eljutottál a tengerig? Ez a saját szövegedből ítéz. Ja, mint Adi? Igen. Hát nem tudom, én nem vagyok akkora utazó, mint ő, és hát igen, valahogy van egy tenger, amit látok. Ez kétségtelen, ez a saját tengerem. Most nem a Balatonra gondolok, hanem van egy ilyen belső tenger, amin... Azért elég jó hajózni. Ismerem az átonyait, úgyhogy nem kell nagy felfedezőnek lenni, és nagy bátorság. Mindig egyforma a szél, nincsenek hullámok, és nem akar elsüllyedni ez a hajó. Biztonságos belső tengered van akkor. Azt hiszem, igen. Igen? Igen. Jó. Szó volt Magyar Dezsőről, szó volt Arbéláról. Milyen volt Jancsóval dolgoznod? Mert az egy hosszú kapcsolat volt, ugye? Tehát ott a Szerelmem Elektra volt az első? Nem. Én már ott kaszkadőrködtem előtt. Még Kéra Nép. Égi Várány, ezek megvoltak nekem kaszkadőrként. Hát ilyen lovas. A Még Kéra Népre csak így mondanám, aféle filmológusként, hogy ez egy 27 snitből álló film. Most gondoljanak bele, hogy mondjuk egy átlag videoklipben szerintem egy perc alatt van ugye 27 snit, szóval ez rendesen meg volt komponálva. Apám megdöbbentett, nem tudom miért csinálta, talán nevelni akart, és rendkívül távolságban volt, egyszer odajött hozzám, lehajolt, és azt mondta, hogy nézzél Jancsó Miklós filmeket. És ugye megint a Cserhalmi féle szeret, és a fia Szerelmem Elektra. Hú, barátom, a Diktátor. Hú, barátom. Igen. Örök érvényen ragyogni fog a Diktátor félelmetes szelleme. Igen, kérlek, mesélj a Jancsóról, mert nyilvánvalóan ő volt az, aki először magasba emelt, nem? Nem tudom. Vagy gondolom én, hogy bocsánat, igen, nem te, hanem én gondolom. Fogalmam sincs, hogy szerintem ti többet tudtok róla, de hát jó, hát rajtam a sor. Hát állítólag komcsi volt.
Nem mondanám. Akkor nem beszéltél vele még életedben. A hírekből hogy tudom. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy az ég egyet a világon. De hogy választott ki? Meglátod, hogy hogy történt ez? Hogy? Mindenki mást mesél. Tehát mást mond a Kende, aki az ő operatőre. Más mondott a Hernágyi Gyuszi bácsi, más mond a Miki, vagy mondott, bocsánat. Te melyiket hiszed? Mindenki más. Egyiket se, hát ez egy marhaság. Hát valami volt, hogy nem találtak szereplőt, és ott a filmgyár mellett volt valami étterem, most egy bank van benne. És ott a Bódi arra tévedt, ment be valamit inni oda. Ott volt a tanácskozás, hogy kinek mondta, hogy nézzétek meg, ott van az a szőke gyerek, az a Cserre, ami... Na, ezt a Gábor mesélte, lehet, hogy ez se igaz. Azon gondolkozom végig egyébként, hogy ott leültünk, hogy a nem tudom, aki először van itt, az nem tudja, de aki már legalább egyszer volt, az tudja, hogy a Bakácsnak komoly őrülési jelenetei vannak így. Tehát ilyen idegrohamra rá. Régebbi sorozatunkban 7-es darab volt mindig. Igen, 15-20 percenként. Hogy fogja megcsinálni most ilyen sántán? Nem tudom most. Tudsz ordítani ülve? Nem. A fájdalom koncentrációt von el, úgy láttam, azért érdekelne ez a kérdés, mert a saját dolgaim érdekelnek, hogy sajnos, hogy... Semmi más? Hát figyelj, egy idő után nem hazudik az ember magának. Oda így közönségnek. Na de nekünk. De nem, gondoljatok el, figyeljetek, nem, azon gondolkoztam, csak nem akartam ennyire durva lenni. A Marvel képregények története az, hogy ugye tényleg van a hős, a végéről nem beszélnek. A gyerekeinek néha mutogatom, mert meg akarom rontani őket, de az összes szuperhős beteg lesz, megsérül, depressziósá válik. Nézzetek utána. És ugye erről szól az Őrzők egyébként. Az Őrzők című film például erről nem a film, szól. Igen, maga igen. A képregény. És azért mondom, hogy tudom, hogy nagyon durva ez a párhuzam, de aki nekem a hős figurája volt egész életemben, és akkor tényleg úgy van, ahogy a Marvelban van írva az igazság. Nem tudom, nekem egészen más elképzeléseim van a hősökről, hát nyilvánvaló elmebetegek. Azt gondolom, hogy ennyi, nem tudom, játszottam színházba vagy 200 hőst, moziba is legalább annyit. Tehát ez egy kialakult álláspont. Tehát nem alaptalanul mondom, hogy ezek komplett elmebetegek. Hát én az olyan hősöket szerettem, mint a Kabos Gyula. Nekem ő a hős. Hát ez kész. Nekem a kisember a hősöm, most nem azért, mert be akarnék vágódni bárkinél is. Így alakult az életem, mindig kisemberek között voltam, és amikor nagy emberek közé kerültem, akkor gyorsan leköltöztem falura, hogy megint kisemberek között legyek. Őze, meg ezek? De gondolod? Hát a Lajcsi az egy igazi, ő egy komoly nagy hős. Szóval, és ugyanezt, amikor ugye a Latonovicsról van szó, akkor mindig egy kicsit én is elszégyellem magam, mert úgy érzem, hogy elfordultam tőle ilyen értelemben, hogy mindenféle pozitív érzésem megmaradt vele szemben, csak éppen ez a hős kérdés. Ezekről a hősökről beszélsz, most nem konkrét nevekről, hanem ugye általában a hősök, akik elmebetegek, hogy de ők attól még igazi hősök, vagy ők pont azért gondolja elmebetegek, mert nem csak egy manír, vagy egy szerep bennük ez a hőség. Hát általában a szerzők elmebeteggé teszik őket. Mert hogy mit tudom én, hogy csak mondom a harmadik Richard esetét, hogy ezt mindenki tudja ma már, hogy egy rendes karaktergyilkosság áldozata lett Shakespeare által. És hát, kompromat. Hát az abszolút, orosz szó erre. Igen, és abszolút, és ő találta ki az egész angol parlamentarizmust, amiből mai napig is brexiteznek, meg egyebeket csinálnak. De a lényeg az, hogy egy nagyszerű fickóból csináltak egy politikai érdekekből egy ilyen... Úristen, csak a jövőben nehogy ilyen dolgok történjenek. Nem, annyira rossz volna. Tényleg? Igen, annyira rossz volna. Hát várjunk még egy-két napot. Új, meg is borzongtam. Mondjuk fordítva még nagyon, azért fordítva gyakrabban történt meg, hogy volt egy ilyen köcsögtörpe, aki egy országot tönkrevágott, és később ilyen hőst faragtak belőle. Tehát a fordítottja... Láttál már ilyet? Igen, élőben? Nem filmen? Hát én kezet is fogtam vele egyszer Máté Szalkán. Egy ilyen törpével? Igen, készített, beálltam a parasztok közé. A 20 fotós kollégával lementünk riportot csinálni, és volt egy ilyen, ez a én vagyok a miniszterelnök, mi vagyunk a parasztok, típusú olyan találkozó, és
És kampány időszakban, és így beálltam így a parasztok közé, vártam, hogy sor kerüljön. Jó napot, Parakovács, mire vagyok, és tudom, akkor már nem lehet reagálni, az elég szórakozt. Az jól esett. Persze, ez baromira kivétted azért, ezzel a Parakovács Imrével, mert föltűnt volna neki, hogy a parasztok hogy között ez. Vagy meglepődött Horn Gyula. Ja, szóval de most komolyan, most az írott hősökről beszéltél, de hogy a hősség maga vonzza az elmebetegséget, tehát maga a hős típus óhatatlanul elmebeteg is, azáltal válik hősé, vagy ez azért csak az irodalom? Miért akar meghalni a nyomorult? Vannak ilyen nagy fogalmak, amivel az ember hol hisz, hol nem. Bátorság, becsület, hazafiasság, szabadság. De miért nem volt igaz? Valahogy a fenébe. Hát azért, érted, hogy azért az, hogy emlékezünk, várjál csak, neked. Hagyd mondjam, emlékezzünk csak egy hősre, ugye azt nyilván tartja a történelem, azt a 600 ezeret meg, aki alatta hulló lett, azt meg nem. Egyet se. Na, szóval az... Hogy amit a Dosztojevszkij mond, hogyha valaki sok embertől meg az történelmi alakja egyet, akkor az gyilkos. Igen. Tehát értem. Nem lehet olyan pillanat, amikor reális opció a halál vállalása? Valamiért, egy ügyért, bármiért? 89-ért. Nem tudom, van, nyilván, hogy van olyan apuka, aki odaadja a vesélyét, máját, nem tudom. Nem, én arra gondolok, hogy Jan Palach belőled is lehet volna. Ezzel a kis járószervel, ami itt van neked. Tényleg milyen szuperhős lenne a Bakácsból, azt ki kéne találnunk pont. Mi lenne a szuperképességed? Garfield. Szeretem a pizzát. Igen, jó az irány, ez tetszik? Vagy a settenkedő. Igen. Mert ezt én kitaláltam egyszer, hogy a kedmen lenne a magyar, de hogy szegedi lenne, és ködmönnek ejtenénk. És ez egy korrekt szuperhős figura lenne. Én nekem a Gyurival kapcsolatban a színházi hősélményem az a Katona József Színházban 80-as években egy Coriolanus előadás. Emlékszel még rá? Hát hogy a fenében? jó. Minden székely rendezésre. Nem. Hát az, most tényleg nem akarok szerény lenni, vagy álszerény, vagy nem tudom micsoda. Ott volt egy Székely Gábor. Most ő ebből csinált egy jóval bonyolultabb figurát, mint ami ott össze van írva, Shakespeare, és egy nagy mázli volt, hogy ezt újra fordították a Fodor Gézáék, és abból lett ezért egy mondható dolog, mert sajnos a Petőfi fordítást nem igen lehet használni, mert hogy nem érti a néző. Meg mi sem. ez a nehezebbik része a dolognak. És akkor ott született egy elég jó fordítás, amiből már lehetett valamit kezdeni végül is. Ha ide akarja hozni, nyugodtan. Igen. Segíts rajtunk. Csak azért, mert ott tetszett állni, és... Olyan, te olyan jó vagy. Én ilyenkor így várom, hogy meddig bírja. Tehát, hogy így... Na? És akkor ilyenkor jó az egész malacot kirendelni. És azt mondja, ott meg pillanat. Mi kapjuk, tényleg? Igen, ez a kopasztitkáról jelző, hogy szünetet kell tartanunk. Ez a szünetjelzés. Ja, ez a szünetjelzés. Igen, így szalad az idő. De hogy visszatérve hát erre az időszakra, én 85-ben szegődtem a színházi közönségszervezőnek, és pont ez az időszak volt, 84, 85, 86, 87, így sorban, amikor így, hát volt szerencsé, rengetegszer meg tudtam nézni előadásokat. Tehát baromi délelőtt próbák, mindent meg tudtam nézni. És ugye nekem is volt, ugyanez az időszak egyébként, a Coriolanus akkor ment, és viszont az apa akkor ment. Nekem az volt olyan, ami akkorát ütött, hogy azon úgy többször, tehát az nem furcsa, amikor az ember megnézi egy darabot, és kell katarsz, jó, értem, mire gondolsz, persze. Mert ez egy rádiófelvétel, csak nem mondtad az elején, igen, hogy beszéljek bele a mikrofonba. Ez ilyen Bunyueli hatás, de hogy nem értjük a felét. Igen. De hogy egyébként igen. Akkor se értenék, ha hallanák, de mindegy, hogy ez most nem önök miatt van, hanem miattam. És hogy és az nagyon ritka, hogy az előtt, és van olyan, amikor először jön a katarzis, de az, hogy többször megnézni, és mindig jön, az nagyon érdekes volt, és ott nekem azért háromszor-négyszer láttam azt az apát, és az nagyon-nagyon tűnt. Steinberg volt, ugye? Steinberg, igen. Úristen, az nagyon durva. Nézzék meg, ha ráérnek. Mert akinek nincs apa élménye, azok nagyobb sikerrel.
Igen. Vagy aki már gondolta arra, hogy vajon miért ölte meg a apa anyut. És akkor ebben választ, tehát, ebben a darabban választ. Akiknek kapott. Vannak családi problémái, azok megnézhetik. Tehát mindannyian. Igen, tehát mindannyian. Most ebben semmi vicces nincs, mert kinek nincs családi problémája, azért lássuk. Akinek családja van, annak van. Most szokás szerint szünet van? Igen. Ez már a szünet része. Van egy szünetünk, hogy fogyaszthassanak az emberek élelmiszeripari termékeket. A lányod föllázadt ellened? Nekem vannak lányaim. És föllázottak. 16-17 éves korában igen. El is tartott olyan 20-ig. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát, hogy elköltözne. És hát az baromi rosszul esett meg, hogy én nem tudtam elképzelni az életet, se én, se a feleségem, hogy akkor nincs itt a Sári. És akkor nem mindegy, összedobtunk valamennyi pénzt, és vettünk neki valami pici lakást. És a szobáját meg lebontottuk, hogy legyen egy konyhánk, mert addig alkóba volt a konyha. És akkor megjött, és akkor azt mondta, hogy hát elbontottátok a gyerekkoromat. És akkor... De aztán nagyon hamar szent lett a béke. Egyébként én voltam az oka az egész történetnek, amiért elfordult tőlem. Nem tudom, szabad-e ilyeneket mondani. Egyszer úgy gondoltam, hogy máshol több a boldogság, aztán kiderült, hogy nem több, hanem, hát, hogy mondjam, kevesebb. És akkor ugye, ahogy szoktam mondani, és teljes erőhelyes vagyok ilyenkor, hogy hát, betettem a lábamat haza, megint így a küszöb, meg az ajtó közé. És jó, hogy te visszakúsztál? Hát lapos kúszásban. Az a kemény. Bakinak is ezt javasoltam egyébként, mert az milyen klassz, hogy adni egy alkalmat egy nőnek, hogy legyen ki élete végéig kínozni. Hogy tehát megértem azokat, akik visszamennek. A jogos bosszú. Ja, jó Istenem, igen, gyönyörű lehetett ez. Milyen volt, mikor a Sári rendezett téged? Szuper. Együtt írtuk a Pajzsmikivel, hárman, és nagyon kíváncsi voltam. Én egy elég iskolás dolgozatot írtam ebből az ügynökös históriából, személyes érintettség kapcsán is. De nem tudtam dialógot írni. Tehát amiket ugye a színpadon gyakorlok, ahhoz hülye vagyok az íróasztal, nem egyébként is. És hát azt Miki telepumpálta élettel, Sári is, monológok maradtak, azt tudok írni, monológok. Nem tudom, megörököltem a szocializmusból, hogy, és az már mai időkben is tart, hogy monológusok vannak, dialógusok alig. És hát ez nekem megy, ez a monológ műfaj, és hát azok megmaradtak. Egyébként meg hát most már ilyen elhíresült történet, mert a stábtagok is mindig mondták, hogy amikor volt egy jelentés, hogy apa, ez már a dökkesőibe is szar volt, mondta. A dökkese, kikérem magamnak, a dökkeseibe mi volt a szar? Igen, de azért jó a mondás. Ő látta annak. A dökkesejű nekem az egyik kedvencem. Tehát neked nem volt az apád. Tehát azért gondolom, ez úgy működhet egyébként, el tudom képzelni, hogy bizonyos gesztusok, meg amik vannak ilyen otthoni gesztusok, ilyen otthoni izék, és vannak ugye nem otthoni gesztusok, és ez azért furcsa lehet ezt megélni, hogy... Nem, ő a közelikre, tehát gyűlöli ezeket az amerikai közeliket, hogy kicsit onnan is visszanézni, meg én is utálom, de hát néha beleesik az ember ebbe a csapdába. Néha az azt jelenti, hogy sokszor, és hát ezeket írtotta. Azt gondolom, hogy ez a film javára szolgált, meg szerintelenül a javára is. Tiltakozom. A közeliek azért voltak fontosak számomra, mert bármilyen figurát is játszottál, akkor lehetett látni a szemeidet. És azok nagyon kedves kamasz gyerek szemek voltak általában. És úgy hatolt a színész a lélekbe a szemen keresztül. Tehát kell a közeli. Akkor most megint elmondom a... kedvetekért, vagy önök kedvéért, amit már mondtam kint a Tibornak, hogy volt ez a Rotterdam Erasmus nevű úr, aki mikor arról ír, hogy tehetségtelen fickót kell földicsérni, akkor körülbelül így írta le, hogy atléta olajjal kenegetjük a marhát. Most körülbelül ez történik. Hogy ez rólam már lepereg. Jó, de...
Jó, de én a Premier nem szeretem az elvtelen dicséretet, ha nem adnak hozzá pénzt. Én kritikus voltam, és a, vagy nem rólad szól. Ja. Szembe kellett néznem azzal, hogy hihetetlen egy jelentősége van egy hatalmas fejben egy szempárnak. Tényleg? Igen. Ne. És erre hány éves korodban jöttél rá? Bálnára gondolsz? Figyelj, a Ingrid Bergmanba így lettem szerelmes. Hát a szemében néztem. Itt a Magyarországon tényleg van valami jelentősége a közeliknek, mert ugye ott van rajta egész Magyarország hegy- és vízrajzi térképe, valamint az összes rossz ital, amit ittunk abba az időben, meg az összes... Igen, őze arcára az összes gondolj. Éjszaka ott van, meg az összes... Ötödik marhaságunk, amiket elkövettünk. Jó. És ettől aztán, hogy mondjam, fesztiválgyőztesek vagyunk. Igen, ez tényleg furcsa, hogy ahogy így nézem a korosztályt, tehát hogy azonos korú színészek Amerikában itt ott egész életüket, a kokain, heroin és egyéb drogok már, de annyira, mint a gulyásleves, senkit nem tud lepusztítani. Tehát, hogy a döbbenetes, hogy a magyar kortársaiknak az arca az sokkal-sokkal ilyen kivérzettebb és elhasználtabb állapotban van pedig. Azt hinné az ember, hogy a drogok... Hát én nem hiszem, hogy ez a botox olyan sokat segít a Sylvester Stallone-n. Nem. Inkább akkor gulyás. Így van, abszolút. Egyetértek. Nem, mert borzasztó furcsa. Madonna is, hogy megszerette Pesten. Hogy éli meg egy színész, a színésznőkről lebeszéljünk, de hogy egy színész hogy éli meg a korát. Tehát az mindig olyan furcsa, hogy ugye az, ha küzd ellene, tehát megpróbál ugye ellene tenni, és most fizikailag értem azt, tehát nem sportol, hanem ugye bármit. Az persze látszik, és ő tudja, hogy látszik, és ez egy ilyen furcsa, ilyen ördögi körbecsapát, hogy ő ugyan tudja, hogy mi látjuk, vagyis hogy látni fogjuk azt, hogy ő azért öreg, csak izé felpumpálta, de valamit csinál, de még ennek ellenére is bevállalja a közeliket, ahol azért elég előjön. És ez egy nagyon érdekes ilyen pszichológiai jelenség lehet, amikor valaki, mert ha úgy lehetne küzdeni az öregedés ellen, hogy nem látszana, annak lenne értelme, de hát már a brazil óta tudjuk, hogy ez viszonylag nehezen működik. És ez egy ilyen borzasztó furcsa számomra az emberekben. Tehát ez olyan, mint a kopaszodás elleni küzdelem, amikor ilyen hülyén csinálják. De a színészeknél ez nem számít szerintem. Nem tudunk megöregedni, mert igen, ugye, a színház nem engedi. Nem, az van, hogy ugyanazt a kort érjük, mint a szocializmusban, tehát én ma fiatal vagyok. Hogyha értik. Például. Főiskolás korodban volt olyan külföldi színész, akit valamilyen szinten ilyen bírtál, vagy példakép volt, vagy mit tudom én, tehát, hogy úgy... Hát az előbb emlegetett Cibulski. A Cibulski. Abszolút, és hát a Steve McQueen, mondjuk az amerikai megfelelője, vagy a James Dean. Ezeket úgy... Igen, amikor főiskolás voltál, akkor még ugye a Robert De Niro azért nem volt még a csúcson. Ugye előtte volt még az Aljas utcáknak, meg a taxisofőrnek, meg a mi is volt, a Dühöngő Bika volt a magyar címe, ugye? Igen. Nem. Hát mi vagy Darvas Ivánok akartunk lenni, vagy Mensáros Lászlók akartunk lenni, vagy Gábor Miklósok akartunk lenni, vagy éppen Latinovicsok akartunk lenni. De így oszlottunk fel a főiskolán, hogy kit utánoz, vagy ki után megy. Úgyhogy föl sem merült bennünk ez, de hát láttunk Cibulski filmeket természetesen, és baromira szerettük is őket. És hát nyilván ez a Cibulski meg nagyon beragadt. Mert hát az egy olyan emblematikus figurája lett ott a lengyel filmnek is, és egyáltalán a lengyel színjátszásnak. És valahogy az úgy bejött nagyon erősen Magyarországra. Erős szálai voltak. Legalábbis az egyetem, vagy a főiskolán, ahol én jártam, abszolút Cibulski volt a sztár. Annyira emblematikus volt a Cibulski, hogy amikor az egyik filmjében a szerep szerint az ágy alá kellett bújnia, volt egy ilyen író-olvasó találkozó, és ott mondták a Cibulskinak, hogy csalódtunk önben. Annyira, igen. De hogy egy picit muszáj vagyok komoly dolgokba belemenni, mert ugye az ügynökaktákról volt szó, és pont arról volt előzőleg szó, amikor ők nem voltak ott, hogy milyen furcsa, hogy ez folyamatosan, ugye most szavazták le éppen legutóbb 46-szor, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynöklistákat, és akkor nekem mindig ezzel a bajom, hogy gyakorlatilag ugye akár a Fidesz kormányban, akár az MSZP kormányban, akár bárhol a köztisztviselők között, ott ülnek azok az emberek, akik haszonélvezői, olvasói, megszerzői, kikényszerítői voltak ezeknek az ügynöki jelentéseknek, miközben ugye mindig tényleg az ügynökről beszélünk, és ez hányféle, tehát hogy
ugye tényleg a Tarat Sándortól kezdve egészen furcsa módon, és akár a Szabó Istvánon át, egészen a Bódi Gáborig, ahova ki akarok lyukadni, hogy rengeteg sors volt ebben, meg rengeteg körülmény, és hogy nem lehet őket egységes ügynökként kezelni, mert az ugye meglehetősen nagy hiba lenne. Ennek ellenére persze iszonyú fontos lenne a nyilvánosságozatal. De nekem, ami igazán megrázó és igazán durva volt ebben a történetben, az Tarat Sándoron kívül ugye Bódi volt, akivel te viszonylag közel állt hozzád. Az, hogy közel, az nem tudom, mit jelent, barátok voltunk. Igen, ez a szoktani. Hát haláláig barátok voltunk, de olyannyira, hogy én például jártam ki hozzá Berlinben, amikor ott tanított az egyetemen, és voltak neki ilyen depressziós napjai, órái, és akkor ugye az azzal telt, hogy hát bezárkózott, nagyon sokat ivott, és nem nagyon ment emberek közé, úgy órákra bejárt, és az ottani növendékeket úgy emlékeznek róla, hogy találkoztak valami géniusszal, és hát az valahol hízelgő is volt, hogy kimegyek hozzá. Hihetetlen történetei voltak, testi, lelki, nem tudom micsodák, amiket mutogatott már mi nekem, de azt megengedte a viszony. Szóval nem akarok ilyen nagyon kitérni ilyen orvosi problémákra, meg egyebekre, mert mégiscsak vannak személyiségi okai, még egy halottnak is. De hát tényleg olyan volt, hogy teljes bizalmi állapot. Úgyhogy engem retteltesen pofán vágott a Haraszti Miki címe, vagy cikke az Élet és Irodalomban. Még aznap éjjel föl is hívtam a Harasztit, mert összeszaladtunk a Bachmann Gabi, a Csaplár, meg a Dobai nálam a konyhába. És hát nem tudtam, de egyszerűen szólni nem tudtunk. De én aztán mondtam a Dobainak, én fölveszem a telefont, és fölhívom a Harasztit. És tényleg föl is hívtam, és hát egy nagyon-nagyon kemény beszélgetésünk volt. Mert ugye a dolognak az volt a lényeg, hogy megint ki van csippentve a mazsula a kalásból, tehát egy, és akkor oda van dobva a közvéleménynek, hogy ítélje meg úgy, ahogy azt a Miklós oda tálalta. És hát én tényleg nem akarom elvinni a humor irányába, de pontosan emlékszem, hogy az egyetemen is, hogy mondjam, ellenlábasok voltak, mert ugye Miki egy szép fiú volt, és hát ott ő erősen hódított a női körökben, addig, amíg a Bódi meg nem jelent ugyanazon az egyetemen. És innétől kezdve Miklós, hogy mondjam, a fakóba zuhant vissza. És hát én ezt mondtam neki, hogy nyilván most ezt törleszted, mert különben nincsen jogod egy embert kicsípni a tömegből, vagy a tömegességből, és betaposni. Mindegy, aztán persze utána jártunk a magam úgy. Az volt a rettetes, amikor meghalt, öngyilkos lett, pontosan tudom, hogy az lett. Beszéltem azzal a rendőrtiszttel, aki a nyomozást vezette vele kapcsolatban, és mondta nekem, hogy annét ismertem, hogy mindenféle filmekben ő volt a rendőrszakértő, hogy egészen biztos, hogy ez történt vele, sőt, egy Borbarát Béla nevű akkori főrendőrrel is, azt hiszem Budapest főparancsnok, vagy országos főparancsnok volt, azzal is összehozott, hogy valamennyit erről azért tisztában lássunk, és hát baromi jó lett volna azt hinni, hogy őt kicsinálták, mert akkor egy mártír, egy hős, egy nem tudom micsoda. Nem. Ő ugyanazt a sorsot járta, amit mi mindnyájan, akik én kisembernek számítom magam, tehát azt gondolom, hogy ez rám annyira jellemző, amennyire önökre körülbelül. És ezzel persze senkit nem akarok megsérteni. Inkább csak azt mondom, hogy azt, ugyanazt a sorsot járta. Tehát zsarolható volt, megfélemlíthető volt. És az, ami a nagy disznóság az egészben, hogy a saját édesanyja volt az egyik beszervezője, a másik egy görgényi László nevű filozófia tanár. Az úgy történt, hogy ugye az édesanyja a Színháztörténeti Intézet igazgató helyettese volt. És ugye kiküldte őt Berlinbe 15-16 évesen, ott volt, minden évben voltak ilyen
kommunista ifjak találkozója, és hát ott belerakták őt is a levesbe elég rendesen. Tehát úgy előkészítették ez az egészhez, és hát teljesen hazafias alapon, mert ugye van, akit így bekényszerítettek, és van a hazafias alap. És hát nagyon későn jött ő rá arra, hogy hol piszkál. Hát a Konrádékat kellett besugnia, és azt a kört bírói vettet, ezt a társaságot. Tulajdonképpen erre terjedt ki a dolog, de ugyanakkor pedig el tudta írni azt, hogy mikor a bírói vett Magyarországon lehetetlen helyzetbe került, akkor valahogy mégiscsak kicsempészték New Yorkba. Legalábbis én ezt a történetet így is ismerem, és hát ebbe a úgynevezett kicsempészésbe a Bódi is benne volt. De most ezt nem felmentésként mondom, hanem voltak ilyen adaléka is, mert például annak idején, amikor a Mencerről, ugye a Hírzsi Mencerről kiderült, hogy ja Istenem, a nagy író a besugója, Akrabál a besugója, akkor ugye azt lehetett abba olvasni, hogy azt írta mindig, hogy a csávó kurva tehetséges. És a következő jelentésben az volt, hogy hát ez piszok nagy, ez világszínvonalú zseni. Szóval, hát így is lehet jelenteni. De a Gábor jelentései nem voltak irodalmi alkotások, mert egy jó párról tudunk, amelyik szenvedélyesen, hogy mondjam, a stílusát csiszolta éveken keresztül azon. Én egyszer nagyon volt egy veszekedős beszélgetésem a Verával, én a Bódi Gábort nem ismertem személyesen, Baksasós Verával, és hát én azzal az elméletemmel álltam elő, hogy ugye korábban ugye nagyon nagyra tartottam, most is nagyon nagyra tartom természetesen a Bódi Gábort, tehát hogy ő az én elméletem szerint azt gondolta, hogy ezeket is mondjuk a 3x3-as ügyosztályt meg tudja malmozni, ugyanakkor egy Fausti alkut kötött, hogy a pszichét megcsinálhassa, ami, hogyha jól emlékszem, az egy 80 millió forintos film volt akkor, amikor, mint tudom, 10 millió forint volt egy magyar film. Korábbi eredetű a történet, már a beszervezés története. Volt egy terve, hogy akkor ő egy hogy valami nagyot megcsináljon, és ahhoz kell ez? Valamilyen stratégiája mindenkinek volt, lehet, hogy volt egy ilyen terv. Számomra ez soha nem derült ki, inkább az derült ki, hogy az nagyon szoros ellenőrzés alatt ment az a film egyfelől. Másfelől, mit jelentett konkrétan, hogy jump? Gazdasági ellenőrzés jelent, meg akárhova mentünk, mindig jött velünk egy őrnagy. A szorosnak hívjuk. Az mindig ott volt. Hát igen, ennél szorosabb kevés van. De az volt a mázl, hogy az őrnagy elvtársak, teljesen mindegy, hogy hányan voltak, mind alkoholisták voltak. Tehát az első nap leitatni őket, és aztán ment a buli rendesen. De most túlépve ezen a apró kis intermezzon, tényleg rendszeresen heti a Fogarasit ellenőrizték, gazdaságilag Fogarasi volt a gyártásvezetője a filmnek. Tehát ott nem csurogtak el pénzek, sőt a Szinettár még valamilyen lelkiismeret fordulásból, mert ugye nem akart adni az amerikai Anzixra diplomát, mondván, hogy ez nem film, hanem valami marhaság. És amikor megnyerte Mannheimben a fesztivált, akkor jó, az első filmesek, akkor gyorsan adtak neki egy diplomát. De a dolognak mégiscsak az a lényeg, hogy a Szinettárt fordult a lélek, és beszállt 12 millióval, hogy készül egy hatrészes tévés változat, ami Szőrén Száran eltűnt. Úgyhogy maradt ez ránk, ami most látható hát van egy felújított változata. Amit te, bocsáss meg, mondtál, hogy nem tartod jó módszernek azt, hogy ugye kimazsolázzuk az ügynöki jelentéseket, és ugye egy húzónév köré építjük ezeket, akár TAR, akár ugye. Hogy mi lenne a megoldás? Mert ez nekem iszonyú régóta és borzasztóan foglalkoztat, hogy... Ma már nincs megoldás. Tehát eltelt 30 év, azt 91-92-ig be kellett volna fejezni. Ahogy a kelet-németek megcsinálták. Miért cserélte ki a szinkron hangodat a pszichébe? Én akartam. Te akartad? De akartad? Na. De miért? Én akartam. És Garas Dezsőt álmodtad meg magadnak? Én fölhívtam a Dezsőt, hogy vállalj már el. Azt mondja, jó, megnézem. Jó, van mit rajta javítani, elvállalom. Ez rendben is volt. Azért, mert... És Udo Kier magyar hangjának lenni? Azért, mert én el akartam játszani a Tóth Lacit is. Csak az kiderült, hogy az nem megy együtt. Nem megy együtt. De a hangját azért megszerezted. És akkor az volt, hogy persze hívott mindenféle embereket a Gábor az utószinkronra.
De egyikkel se volt elégedett. Mondom, ha nyomjam föl egyszer legalább egy tekercset. Azt mondja, jó, van, hív fel a garast. Ez volt. Ez. Ja, nem először, az Tankait ajánlotta. A Pista meg azt mondta, hogy nem javítalak meg. Dezső meg hajlandó volt rá. Nagyon hálás vagyok neki mai napig. Mesélj még egy kicsit a psziché forgatásáról, mert azért az egy elég hosszú folyamat lehetett. Hány nap volt? Hány forgatási napra emlékszel? Négy évszakos film volt, tehát hát forgattunk, nem tudom, legalább 60 napot forgattunk. Legalább 60. Nem tudom megmondani pontosan. Hát egészen Hell-szigetétől itt Magyarország mindenféle tájaig, Szlovákiában találtunk. Nem Csehországban volt az a... Lednice volt, igen, ahol az üvegház is van. El is neveztük Cedlicének, Cedlic után szabadra. Hát nagyon kalandos volt. Ott bementünk magyar órát tartani Szlovákiában a Dovaival egy reggelen. Nem tudtuk, hogy az miért olyan hátrányos az ottani fiataloknak. Na mindegy, akkor hazatoloncoltak bennünket. Ez lett a szlovákiai paradicsom vége. Úgyhogy voltak kalandok természetesen. Hell-sziget az egészen fantasztikus volt, mert ez egy ilyen szivar, ilyen hajlott szivar ott fönn a Baltikumban. Ott volt mellette Göring vadászkastélya, amit akkor éppen a lengyel, hogy mondjam, kommunista arisztokrácia használt üdülőhelynek, és ott ketté volt választva a sziget egy hatalmas nagy drótkerítéssel, és a drótkerítés egyik oldalán voltak a szovjet rakéták, a másik oldalon meg a helyi lakosok, akik évszázadok óta halászattal foglalkoztak. Mindegyik ilyen kétméteres, fekete köpenyes, ilyen esőköpenyes, retteltes űrge, tényleg félelmetes látvány volt, amikor hajnalonta vonultak ki. Ilyen kis sávot hagytak meg nekik, hogy ott lehet majd horgászni, vagy halászni. Már a többin ott dekkoltak a szovjet hadihajók, és akkor összehaverkodtunk velük természetesen, esténként biliárdoztunk ott a kocsmákban, mert jókat is ittunk, ez hozzátartozik a történethez, és ők mesélték, hogy néha megszökik egy-egy kis orosz, azt mondja, hogy nekünk van itt egy ilyen kis privát őrségünk, hogy lemászik a kerítésen, megvárjuk, megfogjuk kezét, lábát, és visszadobjuk. És akkor hát ezek az urak ugye a halászatról megjöve bementek rögtön a kocsmába, és az asszonyok oda hozták nekik ételhordóba az ebédet. És baromi olcsó lehetett elszigete házakat kapni. És akkor még meg is fordult a fejünkbe, hogy összedobunk mindenki valamennyit, hogy aztán valahogy... Na aztán ez úgy az idő múlásával ez is kimúlt, ez a nagy ötlet. De nem tudom, hát ott volt a magyar kaszkadőrök színejava, ott volt, hát az egy vadállati, egy húsdaráló társaság volt. Hogy mondjam, nekem egy életre szóló emlék, hogy velük dolgozhattam, nem tudom, már a főiskolás korom óta. Gyakorlatilag én Lohátról ismertem meg a színészeket, és azt úgy elhatároztam, hogy olyan nem leszek, mint amit én Lohátról láttam. A laudációjában a Baki azt állította, de nem tudom igaz-e az, hogy te már akkor, ugye 30 éve történt az, hogy Cserhalmi György, nem tudom, emlékeznek-e rá, de így felolvasta a 12 pontot, és hogy azt mondja a Baki, hogy te már akkor láttad, hogy szar van a helyes kifejezés, szar van a palacsintában, csak valami pitét írt a Bakács, de ez most mindegy, amit ő csak 10 éve... nem volt egy kulinárisan kétszer ember. Nem, de tényleg... Meg ez a, tényleg, szóval, hogyha... De a szar az pontos. Az igen, a palacsinta. Olyan idézett technikája van komolyan, hogy tehát nem perelik be plágiumért. Tehát, de hogy tényleg láttad akkor? Nem éreztem ezt abban a megnyilvánulásodban, hogy te már ott előrevetíted azt, hogy ez így elszaródik. Másnap reggel volt, 16-án reggel volt egy ilyen találkozó a BBC-vel. Hát ott mindenféle figurák, akik ottan, hogy mondtam, jeleskedtek, interjúkat adtak, és én ott el is mondtam, hogy tulajdonképpen maradjanak itt estig, mert ezek már estére egymás torkának fognak esni. És hát
És hát nem várták meg az estét. De az, hogy egymás torkának esnek, az még nem lenne baj. Én azt gondolom, hogy az benne volt. Tehát ugye mindig ez volt a... Ugye azt mondták például az SZDSZ-ről annak idején, mindig, hogy azért nem szavaznak, mert azok az egy ilyen veszekedős párt, hogy minden mást mondanak. Bezzeg ugye egy rendes párt, Balázs, Fidesz, ugye ott egyet mondanak az emberek, de ugyanazokkal a szavakkal is. Van egy ilyen igény az emberekben, hogy én azt gondolom, hogy jó volt, hogy végre egymásnak esettek. Ugye végre a népies, urbános ellentét, a maga tökéjében. Ne, arra, hogy Parakovás Petrosovics Anna volt a magyar szociáldemokrácia angyala. Érted? Tehát ne is szórakozz. Miért nem a keresztény demokratákról beszélünk? Jó. Aki nem volt három pár, az nem, a Gici Tibor volt, aki besugó volt egyébként. Na mindegy, az a lényeg, hogy az nem gond, igen. De nem ők estek egymásnak, ők mellékszereplők voltak, szegény Petrosovics Anna, hát édes Istenem, hát azért éreztük. Jó, csak hogy érezd a feelinget. Hogy hát ott volt. Ennénk, innánk, annánk. Ja, ott volt. Jézus, igen. Onnan egy lépés kelemen, Anna. Tényleg van nagy papai tudatod? Mert a bulvárban olvastam, hogy, és készülök a nagypapaságra én is, mert nagy lányaim vannak, hogy az ilyen, mert mondtad, hogy most már nyugodtan akarsz élni. Persze, igen. És van is rá lehetőség. Mondom, ez a tenger jó, ami bennem mond, tehát amin én szeretek hajózni. És hát persze, ott azért is jó, mert nagyon jó a legénység. Most elnézést, ilyen allegóriákból beszélek, mert hát ott azon a hajón rajta ül a családom, a megmaradt családom. És hát tényleg együtt hajózunk. Én minden alkalmat megragadok arra, még hogyha dökhulla vagyok, és most nem földicsérem magam, hogy valamennyit legyek az unokáimmal. Ma nem tudom, ma voltam velük, vagy 10 órát. Minden nap vagyok valamennyi 5-6-ot, 4-5-5, szombat, vasárnap. De játszol velük? Én mesét olvasok, játszok, sétálok, megyünk az erdőbe, nem tudom, tanítom biciklizni. Nekem is olvasok már néha. Igen, azt akartam kérdezni, hogy nem lehet hozzád járni unokának. Az csak annyi, felugrunk, olvasol egy mesét, azt megyünk is azt tovább. Azt megyünk is tovább, igen. Akármikor jöhettek. Oké, ezt komolyan. Jó, vigyázz el. Most a kufli sorozat van. Hát az nem annyira erős most azért. De neked való. Oké. Jó. Na mindegy, legyenek a kuflik. Most mindegy. Nem igen, ez a rossz, amikor egy ekkora unoka van, hogy ez már hogy beleszól, hogy mit olvassanak neki. Az van, hogy lassan elérkezünk ahhoz a részhez, amikor amennyiben önök az interaktivitást pártolják, akkor adunk mikrofont, és tudnak önök is kérdezni. Mi pedig megígérjük, hogy végighallgatjuk a választ. Úgyhogy amennyiben felmerült önökben, akkor most ezt a vágyat, ami felmerült önökben, most kioltja a kopasztitkár. Nem tudom, hogy figyelték-e a kedves nézők, igen, én vagyok a... Volt kétel, hogy ki a kopasztitkárni? Gondoltam, hogy egyszer elkessük. Ezt a para... Egyben. Egyszer. Legjobb humorérzékennél fogva egyszer ezt elsütötted. Szóval, ha kedves nézők figyelték, én vettem észre egy olyan katartikus pillanatot, azt hiszem körülbelül 2,5 perccel ezelőtt, amikor eljutott a beszélgetés és annak hangulata, hevülete odáig, hogy mind a négy a pódiumon ülő vendég egyszerre beszélt. Egy ilyen pillanat volt, vagyis volt mondani való, vagyis mostantól kezdve is marad mondani való. A kérdések a közönség részéről, amennyiben művész úr hozzájárul ahhoz, hogy válaszoljon kérdésekhez, fognak elhangzani, de azért ti is készítsetek, jó, hogyha senki nem akarna kérdezni, azért még a műsoridőt ki tudjuk költeni, készfeltartás, és viszem a mikrofont. Nekem van egy ilyen rövid step számom, hogyha... Ha esetleg megszorulunk, csak... Egy ilyen puha talpú cipőben? Egy puha talpú step szám, azért, hogy ne legyen fel. Ne legyen duhangos. Ha elbaszom a ritmust, ja. Igen, hölgyeim és uraim, a kijelölt kérdezők először és utána, akik tényleg... Igen. Mosolyogni nem kell, csak a kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted melyik a legjobb magyar film? Bocs, csak azért, mert te is szerepelsz benne. Szegény legények. Nem talált. Van helyes válasz. Ez a, szerinted melyik a legjobb magyar film, aminek a címét én most hallani akarom? Igen. No. Igen. No. Jó. Akkor a második. Szerepelsz benne, nem szólsz egy szót se, viszont szerepel még benne a Latinovics is, meg az Őze is. Az a ötödik pecsét, amin ott tornázgattam. Szerintem a közelik... be az a legjobb, amikor az Őze úgy meglegyint téged,
és te úgy fölnézel. Az a siminkosztály csinált azt az egészet. Á, mindegy. Ahhoz nekem alig van közöm. Semmi közöm, igen. Üdvözlöm. Ugye szóba került az ügynök kérdés. Önök a saját szakmájukban ezt hogy kezelték le kollégákkal? Meg tudtak bocsájtani egymásnak? Könnyen tudtak utána egymással dolgozni? Bocsát, megismétlen a kérdés. Van, aki nem hallotta, hogyan tudták kezelni, meg tudtak a szakmán belül egymásnak bocsátani. Elnézést, csak a mikrofont nagyon közel kell tartani. Igen? Én, hát ha nem is 100% biztonsággal, de aki tudok, az 100%-osan tudom. Viszont nem beszélek róla. Elég sok érintettje van a dolognak, úgyis, mint kettes, úgyis, mint hármas, tehát 3x2, 3x3-as, mert volt olyan színész kollégám, aki tartótiszt volt. Is. A filmesek között is tudok, filmrendezők között, meg az említetteken kívül is, de én ezekről nem beszélek. Engem egy keresett meg, rögtön a rendszerváltás után, és ráadásul még vívó társak is voltunk, amikor még aktív versenyző voltam, és hát baromi jól kibeszéltük a dolgot. Azóta is telefonon találkozunk, néha. Tehát azzal keresett, semmiféle hogy ő súgó volt? Igen, hogy neki ez volt többek között az egyik dolga. Nem tudom, hogy mit súgott be, mert az őze, amikor én bekerültem a Nemzetibe, akkor azt most ezzel kicsúszott a számom valami, hogy a Nemzetibe keresendő az illető, a régi Nemzeti Színházba. Ott már nincs senki, az tök üres. Én voltam. Állítólag néző sincs, de mindegy. Azt mondta nekem a Lajos, hogyha bármit mondasz a rendszerrel kapcsolatban, az legyen olyan goromba, hogy még jelenteni sem merjék. És akkor... Ez pont így van most. És én ehhez tartottam magam. Ennek ellenére ott becsúsztak dolgok, de olyasmi nem történt ott sem, amit nem lehetett volna, hogy mondjam, megbocsájtani, mi vagyok én, jó Isten, de hogy is. Hát a helyén kezeli az ember a dolgokat, és azt mondtam neki, hogy ez minden rendben van. A Jelenicset kérdeztem 90-ben, hogy de most mi lesz, atya? Hát annyi besugó van az egyházban, hogy az borzalom. És akkor azt mondta, hogy Tibor, biológiai kérdés, majd kihalnak. De később gondolkodtam, hogy tévedett, pedig nagy tudású ember volt, mert valahogy ez a lélek tovább fönnmaradt, és mindenféle formában őrződik tovább. A jelenlegi besúgókra gondolsz? A csomó formában följelentjük egymást. Ez kódolva van a katolikus egyházban, effektíve egy gyakorlat, a gyónás maga egy ilyen besúgási gyakorlat. A nagyapám erről azt mondta, aki evangélikus lelkész volt, hogy azt mondta, hogy hát velünk az a helyzet papokkal, az a bajunk, hogy hinni ugyan hiszünk Istenben, de egyáltalán nem bízunk benne. Ezért aztán gyakran jégre megyünk, és hát nyilvánvaló, hogy hát vannak ott azért más és súlyosabb kérdések is. Azt szeretném kérdezni, hogy... Mivel tudomásom szerint a három kérdező közül kettő írt veled kapcsolatos kritikát, ez a két ember emlékszik rá, hogy mit írt és mikor, és hogy te emlékszel arra, hogy a színpadon melletted lévő három ember közül kettő írt rólad kritikát? Hát hogy a fenében, ne utálom is őket azóta is. Én nem írtam. Hát téged meg másért, úgyhogy... Istenem. És én nagyon megbántam. Hadd mondjam el, hogy az úgy történt. De tényleg. De mit írtál? Na, te mit írtál, Tibi? Az ügynök aktát? A mára készülve én megnéztem, hogy én mit írtam. Nem, Élet és Irodalomnak voltam a kritikai rovatvezetője, ilyen 40 éves, és egyszerűen van olyan, hogy az ember azt hiszi, hogy ő az igazság, szépség és a jóság lekötelezettje. És nem. Igen, de nem. De, igen, de másként. Igen, de másként. Igen, ez a pontos lesz. És volt, igen, és rengeteget tiprottam azon, hogy nem tetszett, hogy a Gyuri játszik, hogy ezt most megírjam. Hát ez, most már tudjátok, hogy milyen fontos jelentőség volt az életemben. És, de hát akkor azt gondoltam, hogy ez érdekes, hogy most már azt gondolom, hogy ez a hiúság bűne. Olyan jó nekem is a Cserhalmi arcába csapni, mint az őzének. És,
És akkor haragudott teljes joggal, de hát most már mindegy. Tehát tényleg, hát ez azért... Nem azért haragudtam, mert írtak rólam baromi rosszat, de igazuk volt. Lakásnak meg nem volt igaz. Ráadásul nem is volt igaz. Ritkán találja el ezeket a dolgokat egyébként. Én már megbántam, na. Igen, Bogesz. Én a 303 magyar filmszínész című könyvkiadványba kaptam meg, ugye többen sokan írtuk azt a könyvet, és megkaptam Cserhalmi Györgyöt, aminek nagyon örültem. És ő nem annyira. Nem, az utolsó mondatot nem szeretném. Felhívtál, Gyuri, tehát az megtörtént, felhívta, beszélgettünk vagy fél órát. Az utolsó mondatom nem tetszett neked, ami valami ilyesmi volt, hogy újabb filmjeivel Cserhalmi György önmaga lovas szobrát játsza. Ezt nem szeretted. Már régen nem lovagoltam akkor egyfelől, másfelől, hát ez egy marhaság úgy, ahogy van. Persze, de jó hangzik. Hogy lehet eljátszani egy lovas szobrát? Erősek voltunk, igen. Nem tudom, hogy lehet eljátszani. Performanszokban nem vettem részt addig. Ha jobban fogalmazna Bogesz, akkor azt írta volna, azt akarta ezzel elmondani, hogy... Köszönöm, Imre, hogy elmondott, hogy mit akartam mondani. Önmagad paródiája vagy. Ez a... Nem, ezt azért nem. Nem, mert a lovas szobor az nem nagyon paródia. Nagyon úgy tűnik, nekem nagyon gyanús. Én egyébként megfogadtam, én nagyon kevés filmkritikát írtam, de nekem egy alapelvem volt ezzel kapcsolatban. Rendszeresen sportoló erős színészről nem írok rosszat. És tényleg egyedül Sas Tamásnak mentem neki egyszer nagyon, de láttuk őt. Hát ugye. Nem, azért volt ez állati, hogy mondjam, zavaros az én fejemben ez a befejezés, mert pontosan abban a évben kapta meg az Európai Film Unió életmű díját. És akkor jön a csávó, hogy mindezt egy paródiáért kapta. Úgyhogy, de nem az a baj, hogy az ember sokat él egy országban, meg sokat dolgozik, hát persze megunják, én is unom magam sokszor. Valójában én a Control című filmre gondoltam, ahol egy ilyen... De ahogy az a Demszky paródia volt, ebben az úgy rendben, csak az neked nem tetszett, hogy a Demszky Gábort én merem parodizálni. Alakul, pedig most ez a legjobb rész. Nem. Én például a Demszkyre egyáltalán nem gondoltam, én egy egyszerű ilyen BKV fő... Nem, tehát hogy volt ugye ott az arcodon egy valami, mint hogyha lett volna egy ilyen sepphely, vagy egy ilyen vörös folt, vagy emlékszel rá? Az a Grünwalski egyszer nekem azt mondta, hogyha nagyon kicsi szerepet játszol, és fel akarod hívni a kritikusok figyelmét, akkor rakass fel a pofádra valami olyat, ami nem oda való. Ja, ez a te ötleted volt, nem az Antal Nimrodé. Jó van. Nem, ez a Grünwalski örökérvényű instrukciója. És hát ezt most elnézést, kicsit vulgáris leszek, ezt a kritikusok úgy szopják, mint lósegge a hőmérőt. Mondjuk az lett valami még jó válasz, hogy volt az arcodon valami piros folt, tehát nem, az a tévéden volt. Ó, bazd meg. Oké. Moziban láttam. Igen, esetleg még felmerült-e önökbe valami most, hogy már ennyire oldottá vált a hangulat a vége felé, és hamarosan azt látjuk, hogy két kritikust vernek. Hogy szeretne most valamit eljátszani, kikkel, milyen rendezővel? Igen, hogyha Székely Gábor még egyszer rendezte, és azt mondta, hogy te leszel az Alabárdos egy mondata sincs, akkor is. Székelynek bármit, bármikor. Nem tudom, ez lehet, hogy egy nagyon nagy képű válasz. Azt hiszem, én nem már annyit. Színházból is kiöregettem, de a filmből is. Ez egy tiszta sor. És ez egy... Higgyék már, komolyan mondom, hogy nincs bennem semmiféle fájdalom ezzel kapcsolatban, hiszen mi is kinyomtuk valakiket a vászlónkról, most éppen én vagyok soron. Ez furcsa, mert azért filmből kiöregedni az, hogy nem annyira, nem hangzik olyan... Magyarországon minden megtörténik, ez nem, nyilvánvalóan nem ez a kérdés, de úgy gondolom, hogy ez hülyeség, tehát ez így nem így működik, mert főleg csak azért
most egész más példát hozok, hogy ne kelljen személyeskednem a színészekkel. Mi például ugye a Narancsban iszonyú hangsúlyt fektettünk arra, hogy jöjjenek a fiatalok. Ott ültünk és vártuk, hogy jöjjenek a fiatalok, rohadtul nem jöttek a fiatalok. Itt a színházban azért ugyanezt érzem pontosabban, hogy azért nem jött egy akkora hullám, egy őrület, egy cunami, ami kis söpörte volna az idősebb színészeket. De ők úgy érzik, jött és ez pár jogos. Tehetséges csávó, és hát nem, azért van igazság a parának, hogy Szabó Kimmel, tehát nem akarom bántani, de tényleg, hogyha figurát kell keresni, aki nem jártunk jól. Nem jártunk jól. Igen, azért gondolják-e, mennyivel másabb lett volna a Papa Pia, hogyha a Cserhalmi György pont benne van. Nagy Papa Pia, igen, igen. Azért az oda... Az odavág. Ez volt az a film, ahol Vajna Tíme a parlament előtt jazzhízett? Ne vicceljet, én akkor még a Gyurival csináltam, mi a sporttévében pókert közöttünk a Gyurival, de hogy mit készült arra a szerepre, hogy hogy izgult. Tehát ó, Istenem, gyönyörű volt. Mármint, hogy Korda Gyuri. Igen, igen, Korda Gyuri. Mm-hmm. Hát én még sajnos nem láttam azt a filmet. Most levetíthettük volna, milyen klassz lett volna lezárni ezt. Miért nem játszol mostanában a magyar filmben, és akkor elindult volna a Papa Pia? De a színházra még gondolsz, nem? Szóval én ilyen idézőjelben tanár ember lennék, már hogy tanítok színészeket egyetemen, Kaposvár, igen. És hát én minden nap ott vagyok velük. Tudom, tehát csak hogy napi... de mint színészként nem lesz már... Olyan, nézd, amíg ez itt kiad valami utasítás, parancsot, nevezzük kinek, hogy tetszik, ez meg nem hajtja végre addig mindenki. A lábára mutatott, aki nem látta volna az asztaltól. A lábára. Fontos. Máshova nincs mit mutogatni. Jó, de Gyuri, például a Jupiter holdja, a Vonuruszó Kornél filmje, az nem volt olyan régen. 2 éve? 3 éve? 3 éve forgattuk. Akkor még műtét előtt volt. Ja, műtét előtt voltál. Az a furcsa, kerestünk, ugye próbáltuk minél szélesebb körül megosztani ezt az eseményt, és kerestünk, és nincs Cserhalmi György rajongói oldal a Facebookon. Mindenkinek van, rohadjak meg. Olyan neveknek vannak rajongói oldalai, hogy... Mindjárt elszégyeljük itt magunkat. Elszégyeljük magunkat, és nincsen, egyetlen egy oldal van a Facebookon, a Cserhalmi osztály című oldal, úgyhogy ott találtunk egyedül olyan. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez meglepett. Tehát én azt hittem azért neked nagyobb kultuszod van ebben az országban. Nem, ez az analógia, digitália. Hogy? Tehát azok az emberek, akik szeretik, azok hülyék a számítógéphez, gondolod? Igen, én is szeretem, és én is hülye vagyok. Te kiemelkedő hülye vagy hozzá, de korosztályod más tagjai nem ilyenek, tehát ne próbáld ezt ilyen generációs problémának beállítani, hogy neked mindig azzal kell kezdeni, úristen, hogy kell ez nem. Kiválóan internetező 80 éveseket ismerek. Na mindegy, csak ez egy érdekes. Igen, parancsoljanak. Várják meg, amíg az úr a mikrofon oda megy, mert... Oda rohanna, de... Konkrétan szeretnéd már, ha végeznénk? Mondd meg, te vagy a főnök. Azt szeretném kérdezni, hogy a Sárának vannak-e filmtervei? Önnel van. Hát kettő is van. Az egyik az ugye, most ez a nagy élmény, ez anyaság, szülés, bocsánat, e körüli konfliktusok. Ebben, hogy úgy mondjam, utazik. Egyfelől, másfelől nekem van megint egy ilyen, de most egy ilyen nagyon speciális vidéki történetem. Csak azért vannak itt jótóló emberek, azért mondom, hogy nyugodtan lehet lopni a címet, már le van védve. Az a címe, hogy Anyád ég a mezőn. És cserébe az... adok a Sárának a filmjéhez egy címet, Apás szülés, partneres abortusz. Szerintem élni fog vele, ha te vezeted le. A dolognak mégiscsak az a lényege, hogy van egy... Én nézem ezeket a sorozatokat, néha belenézek, mert akarom, hogy még rossz májúbb legyek, mint amilyen vagyok, és egyébként is, hogyha hát ha eszembe jut róla valami. És azt látom, akármilyen például belején vagyok ennyire mazoista, és akkor azt látom, hogy tűrhetetlen színészek tűrhetetlen dolgokat művelnek ott, vagy azt látom, hogy igen jó színészek baromságokba vesznek részt. Ezt az érzést ismerem, mert én is elkövettem egy tucatszor legalább. De azt nem,
azt valahogy én, mint ugye falun élő ember, az baromira nehezen viselem el, hogy egy faluban mindenki hülye. Azt elviselem, hogy mindenki munkanélküli, mindenki alkoholista, mindenki függ a polgármestertől, és az összes vetületét, de hogy mindenki hülye, azt nem. És éppen ezért én ezt megírtam, ezt a cuccot, és hát olyan állapotban van, amilyen, de már Sári átírta valamennyire, tehát egy kicsit jobb pofa, de nem egy ilyen szociológus buli az egész, hanem tényleg egy ilyen játékfilm, és de semmi köze a mondjuk a Cseh új hullámhoz, vagy vagy a mi kis falunkhoz, vagy nem tudom micsodákhoz, hanem tényleg valahogy úgy van, ahogy én ezt, csak egy epizódot, hogy elmesélhetek. Volt három évvel ezelőtt egy hát, hogy a október 23-a, és akkor most a falu akkor most azt ünnepelje meg. Van ott egy Szent István szobor. Egészen véletlenül. A zászlós? De nem. Ezt a veszprémi Miki bácsi csinálta. Elég jó pofi. Na. És akkor ugye hát oda vártuk a falu népét. És az volt, hogy jött a polgármester. Senki nem volt, ketten voltunk. Aztán még érkezett valaki. Jött a polgármester, és mondott egy beszédet, és a végén azt mondta, hogy akkor most fölkérjük Cserhalmi György Kossuth Díjas színművészt, hogy tartsa meg művészetét. Tartsa meg művészetét? Művészetét. Szerintem klassz, hogy falun nem mindenki hülye. Várjál. Nem mindenki, most jön az okos, figyelj. Mondom, Radnóti Miklós októberi erdő, és elkezdem mondani, hogy Bokró, Nedve, Zül, stb. Megjön egy kutya. Úgy leül velem szembe, egy verszakot kibírt, aztán ő is elment. És bement. Végig mondtad? Végig én. Hát rövid vers, négy verszak az hát, és akkor az baromi jó volt, hogy utána bementünk a kocsmába, ott viszont ott volt mindenki. És egy marha jót ünnepeltünk, de olyan igazi jót. Minden házakból előkerültek a kaják, az édességek, a kolbászok, a nem tudom, és azóta is ideám, hogy hát jó van, itt van március 15-e, menjünk ki, ott van a Hősök tere, meg a Felvonási tér, most minek hívják, nem tudom. És akkor ottan lehetne nagy lacikonyákat csinálni, meg kinek milyen ízlése van. Én ennek nagyon híve lennék egy ilyen közös ünneplésnek, ahelyett, hogy mondjuk a hülye beszédeket, ilyen áll Petőfikbe. Például Petőfiről én most olvastam valahol, hogy az Orlai Petrik Somától kért kölcsön egy rózsaszín brokát kabátot, és abba vonult március 15-én. Erős jelenet. Hát, mint egy korabeli punk. Köze nem volt ehhez, amit így rányomtunk, amit itt közben rányomtunk. Na, és mi ottan falunt, Kékúton ennek a picimását megcsináltuk. Kékúton nincs kocsma. Van? Akkor még volt, most is van megint, mert a boltot egyben nyitották egy ilyen kis oldalsó helyet. Na, amit raktárnak használtak, úgyhogy most már reggel 6-kor lehet ott inni. Megnyugtató. Van nekünk ugye is. Ugye Kékút, Kékút egyébként az a falu Magyarországon, ahol a legtöbb Kossuth Díjas él. Nem Kisoroszi? Nem, egyfőre számított, én úgy tudom, hogy... Magasan Budapestnél sokkal jobb az arány. Hát az a baj, hogy a pici most a Presser elköltözött, eladta a házát. Most nem tudom, hogy még mindig nagyon jól állunk, mert ott van a Kende, ott van ugye a Veszp, én is ott vagyok. Igen, a Presser pici. Ki van még Kossuth Díjas? Baj van, szólj, ha baj van. Jó, de hát ez egy 200 fős falu. Micsoda? Hát mennyi? 62-en vagyunk. 62? Ja, hát oké, okay. Tehát hát én Schatzberg-kábé mondtam ezt a 200 főt, de hát akkor 62-en vagyunk. 62-re azért 5-6 Kossuth Díjas, érted, az azért nem rossz arány. Azért mondom, hogy jól állunk. Szóval nekünk, vagyis a Flamingo Farhátnak, mint produkciónak egy Flamingo Farhát Fanok nevű, elsősorban a Parakovát. Fanok. Faroknak hallottad? Farok. Tehát Fanok. Facebook oldalon. Minden félre hal célzatosan. Igen. Nem, csak aminek az a jelentősége, bocsánat. Nem történt semmi ugyan. Mert nagyon sok kommentet és kérdést is kapunk, és ehhez a mai estéhez is kaptunk egy kérdést, amit így az utolsók egyikeként, vagy legutolsóként szívesen akkor feltennék. Még nem mindenki, most egy picit saját magunkról, nem mindenki ezen a felületen
ha szabad így mondani, hanem e-mailben, és itt van jelentkezett, de hogyha követni kívánják azt, hogy majd még milyen estjeink lesznek, akkor a mondd ki te, Flamingo Farhát. A lényeges, hogy nem mondta a helyét, ez a Facebookon van. De mondta. Nem mondta. Nagyon. Igen. Flamingo Farhát fanok néven jelezheti csatlakozási szándékukat, ugyanott Vemhes kecske eladó. Igen. És akkor itt egy kérdés, hogy picit kapcsolódik az érkezett kérdés ahhoz, amit a jó barátunk kérdezett a kedvenc magyar filmeddel kapcsolatban. Nem ezt kérdezte tudatosan, hanem melyik a legjobb magyar film. Aminek a nevét most címét szeretnéd hallani, nem. Pályafutásod során melyik magyar filmrendezővel dolgoztál a legszívesebben? Jancsó és Bódi. De hát ott van a Mak, szóval nem lehet kihagyni. De én a Lugosi Lacit is nagyon szerettem vele dolgozni. Azt a két filmet, amit csináltuk, az mind a kettő. Az egyik az Azonosítás, azzal nyertünk is Nyugodt-Berlinbe, és akkor még az volt. És a Szirmok Virágokkal is nyertünk. Jancsóról mesélj már egy kicsit még, hogy milyen volt vele dolgozni. Én nagyon elfogult vagyok az öreggel, mert hát 20 éves korom óta ismertem haláláig. Nem tudom, hogy az megtiszteltetése, de valahogy mégiscsak rám esett a kérés, hogy én mondtam a temetési beszéd a magyar részről. Iszonyúan szégyeltem magam, mert mindazok, akik addig ott lebzseltek a forgatásokon, és bekérezkedtek a moziba, hogy Miki bácsi, csak 3 napot hadd le, mert éhen halunk. Hát, hogy elszívódtak, felszívódtak az idők folyamán. Hát alig voltunk. Tehát a Galkó Balázs, a Balázsovics Lajos, talán meg én voltunk ott, akik a Jancsó színészeket képviselték. Pedig hát, hogy 50-60 ember nyugodtan ott lehetett volna, és akkor még nem túloztam. Arbéla is mondott ott beszédet. Hát majdnem összeesett segénk. Hát ő a filmesek nevében mondta, én meg úgy próbáltam. Na, mindig elmondom, de már szerintem unalmas is. Amit lehetett ott tanulni, az volt, hogy meg lehetett tanulni egy megtanulhatatlan dolgot, a szabadságot. És az nekem egy... Hát, mit tudom én, gondolom, tart, míg élek. Ez volt az egészben a legjobb, mert néha fogalmam nem volt, hogy mit veszünk föl természetesen, de ezt nem azért mondom, hogy nem értettem volna, itt a zsigereimben, igen, itt nem. És hát főleg az volt a beszélgetések esténként, most nehogy nem feltétlenül mindig arról volt, hogy megittunk egy láda vodkát, volt, amikor csak egy felett, de baromi jó volt az öreg társaságában lenni, és nem sznobériából, egyszerűen az egy szabad egyetem volt, egy hát hogy mondjam, hát ott jó volt diáknak lenni, és baromi rossz lett volna megbukni. Azt gondolom, hogy ott akik ezt, ott, hogy mondjam, hogy megmaradtak a Jancsón, Istenem, nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Azok nyugodt lelkiismerettel nézhetnek mindenfelé manapság, és hiába vannak ezek az új dondász szelek a öreg ellen. Egy piramis mindent kibír, és ő egy piramis.